szenvedéseket okoz, és a szenvedések soká tartanak. A világosság reggel harsogó akkordokban dübörög végig az utcákon, és az ablakok tejüvege meg a színes függönyök nem védenek ellene, mert bántó, recsegő, ritmusos lármájával áthatol mindenen, és követelően hí, menni kell. Világosság, amely reggelenként könyörtelen ismétlődéssel megérkezik, behajtja a díjat. A szív ernyetten dobog, a szempilla alig bírja a fénysugarak súlyát, és a bőr irtózik a széltől. Az izmok kelletlenül és tétovázva végzik munkájukat. A kiáltásokra összerázkódik a test, és a nyak szirtáján tompa fájdalmak bújdosnak a koponyában. És emiatt nem lehet nevetni az ostobák apró dolgai fölött, amelyek annyi kiabálással, gonddal és fáradással járnak. És beszélni csak szavakkal lehet, amelyek úgy szólva semmiféle kapcsolatban nincsenek az agyfogalmaival. El kell tehát menekülni valahová. A gyönyör eltünteti a körvonalakat és az értelmetlenségeket. Kihelyez bennünket a tér békjóiból, és az idő szakadoló másodperc óráját megállítva langyos hullámokon emel bennünket a lét magasságaiba. Pillanatokig időzni itt és remegni, hogy percek múlva végképp visszaessünk oda, ahonnan elindultunk. Valóban nyomorúság? És világosak lesznek előttünk a homályok és sötétségek. A hangok, mint finom és üde leányajkak csókolják végig a testünket. A színek és vonalak új ősi tiszta természetükben rezegnek az agyunkban és a gerincünkben. És most, hogy nem hasonlítanak többé azokhoz a színekhez és vonalakhoz, amelyeket a szemeink láttak, megmutatják nekünk a formákban rejlő nagy titkokat. Alkalom nyílik megismerni a maga teljességében az életnek a mai igazságát, amelyet valamennyien magunkban hordunk, és amely érzéki ítéletek nélküli tökéletes igazság. A megismerést, az Isten boldogságát csak a gyönyör adja számunkra. Akik többet érdemelnek, mert többet akarnak, azoknak megadatik, hogy megrabolják az örök létet vitéz és nemes kockázattal. Mert le kell mondaniuk, hogy jól lássanak és jól halljanak. Az érzékeket és a szerveket megrontja a gyönyör rettentő és áldott közvetítője az ópium. Étvágy, polgári jó fáradtságérzés, ezekről is le kell mondani. A szemek gyakorta könnyeznek, a hőzők. A tárgyak, az emberek a betűk elmosódnak, a szavak, a hangok kaotikus zavarban bolyonganak a hallószerv gép részecskéiben. A lét eszenciája olyan drága portéka, amelyből egész nemzedékek évszázadok alatt kapnak egy órát. Aki azonban valójában emberré tudott lenni, az rabolja magának minden nap 14 órát. Ez a 14 óra egyenlő 400 generációnak 8000 éves életével, de számítsunk csak 5000-et. Egy nap alatt tehát 5000 esztendőt élek. Egy esztendő alatt ez körülbelül 2 millió évet jelent. Föltéve, hogy az ópium szívást, mint kifejlett erős férfi kezded, és nagy gondot fordít az testi épséget fönntartására, 10 esztendeig elélhetsz, és akkor 20 millió éves korodban nyugodtan hajthatod fejedet az örök megsemmisülés jeges párnájára. Aki ezen az áron nem mer és nem akar az örökléből 20 millió évet, az éjjel 100 esztendeig, és sokasodjék meg az ő utódaiban.